Köszöntöm József Imrét, a Katolikus Caritas szociális ágazati vezetőjét, akivel elsősorban fociról fogunk beszélgetni. Hogyan alakult a helybéli nélkülöző, rászoruló gyerekek kapcsolata a sporttal és a focival, így az elmúlt években, amikor a Katolikus Caritas megjelent ott, és most már tapasztalt motorosként közösséget is tud formálni ott. Jó reggelt kívánok, és köszönöm szépen, hogy itt lehetek és beszélhetek a programról, és főleg a benne dolgozó kollégáimnak a munkájáról, hiszen itt a filmből is látszik az a munka, amit itt minden nap a közösség érdekében végeznek. És hát jól átjön a filmből, hogy mi ennek a felzárkózó települések programnak a lényege, hogy jelen vagyunk ezeknek a közösségeknek az életében. És ez szerintem jól átszűrődött itt a mozgóképen keresztül, hogy szó szerint jelen vagyunk. Van egy jelenlétpontunk, ami egy nyitott közösségi szolgáltató tér, ez Baranya megye 11 települését érinti a mi részünkről ez a program, de ez egy országos program, aminek a Katolikus Caritas egy nagy szeletét viszi, és itt a jelenlétponton az egyik legfontosabb feladatunk a helyi közösségnek a segítése és támogatása, és ennek egy nagyon fontos szegmense a sport. És hát miért a sport? Mert a sporton keresztül játszva tudunk nagyon sok mindent megtanulni. És ugye, hogy fociról beszéljünk, a foci sikereinkről, a futball ráadásul egy olyan sport, ami egy csapatjáték, kooperatív játék, megtanulhatja egy gyermek abban, hogy az egyéniségén keresztül mégis hogyan legyen csapatjátékos, hogyan tudjon a többiekkel egy célért együtt mozogni. És hát nálunk az a fontos ezekbe a közösségépítő sporttevékenységekbe, hogy ott mindig elsődleges az, hogy ez egy közösségi funkciót töltsön be, másrészt pedig a szociális munkának is az eszköze. Úgyhogy mi így indultunk el ezzel, és itt talán a legfontosabb azt kiemelni, hogy ugye a felzárkózó településeknek az egyik legfontosabb elve a diagnózis alapúság, tehát azt jelenti, hogy ha oda megyünk egy településre, akkor egyrészt megnézzük, hogy mire van szükség. És hogy jön a sport is. Itt szeretném a Dráva Iványi példát elmondani, amit nagyon szépen megírt a kolléganőnk is a honlapunkon ennek az egésznek a történetét. Amikor együtt voltunk a településen, és a polgármester úrral beszélgettünk arról, hogy milyen itt a közösség, milyen itt a sportélet, és hát mondta, hogy hát ez egy óriási probléma, és álmatlan éjszakái vannak attól, hogy a főúton a gyerekek játszanak. És az átmenő forgalom miatt ez rendkívül balesetveszélyes, és attól fél, hogy bármikor bekövetkezhet egy nagy baleset, segítsünk neki abban, hogy legyen egy focipálya. És akkor még a programnak a keretei nem engedtek meg minket nagyon-nagyon nagyot álmodni, hanem először tudtunk venni két kézilabda kaput, amit felállítottunk a polgármesteri hivatalnak a hátsó telkén, és ott kezdték el rúgni a bőrt a gyerekek, de már nem a balesetveszélyes útszakaszon, és a programon keresztül pedig megérkeztek azok a szakemberek, akik elkezdtek velük foglalkozni is. És részesei a felzárkózó települések futballtornának is az ott lévő csapat, és hát mellette most már eljutottunk odáig, hogy az országos program együtt működik a Magyar Labdarúgó Szövetséggel is, és most már nem két kézilabdakapu van ott, hanem egy nagyon modern rekordtámpája, ami nem csak ott a helyi falusi gyerekeket szolgálja ki, hanem a környékben lévő falvak gyermekeit is kiszolgálja, és nagyon jó körülmények között tudnak ennek a sportnak áldozni a gyerekek. És hát mit sem ér az, hogy mondjuk egy rekordtámpáját építünk, hanem hogy mellette van egy program, ahol kísérjük ezeket a gyerekeket, mind szociális munka szempontból, mind közösségépítés szempontjából és sportfejlesztéssel is. Akkor ez az előrelépés, tulajdonképpen az, hogy megépült ez a focipálya, ez több falu életére is kihat, és érdemes elmondanunk a nézőknek, hogy nagyon sok gyerek van ezeken a településeken, és a Katolikus Caritas sikeresen megbirkózik azzal a kihívással, hogy lekösse őket, bevonza a programjaikba, és a jelenlétpontokhoz tudja őket kapcsolni különböző programokkal. Ebben segített nagyon ez a
ez a focipálya is, ugye, az MLS jóvoltából és a Mátai Szeretetszolgálat közreműködésével. Most, hogy foci EB van, ad-e valami pluszt maga ez, ami a világban zajlik ezeknek a gyerekeknek? Eljut-e hozzájuk a foci EB híre? Nyilván, hogy eljut hozzájuk, és nagyon követik a gyerekek, és azt jó látni, hogy a jelenlétpontra járó gyerekeinknek a többségén már nem Messi vagy Cristiano Ronaldo meze van, hanem Szoboszlai Dominiké, és hogy a magyar válogatottnak a játékosai már hasonló idolok számukra, meg példaképek, mint mondjuk az ilyen nagy nemzetközi csapatoknak, klubcsapatoknak, vagy más országok válogatottjainak a kiemelkedő játékosai. És most az EB alatt is biztosítjuk a jelenlét pontokon azt, hogy közösen nézzük a foci meccset, és hogy hétvégén is azért jó volt látni azt, amikor a mi kis zárt Facebook csoportunkon belül mentek a videók arról, ahogy a gyerekek éneklik a himnuszt, mezben ott vannak, és szurkolnak, és készülnek, készül a közös palacsinta, amit közben majszolhatnak, szóval nagyon jó volt látni azt, hogy ez a közösségnek az életére még nagyobb hatással van. Értem, tehát a gyerekek büszkék arra, hogy magyarok, örülnek, hogy egy ilyen élmény már részük és közösségi élményé tud válni azáltal, hogy tulajdonképpen, ha jól értem, több jelenlétponton is vannak közös meccsnézések, szurkolások. Nyilván ennek az egész országos programnak van egy sporttevékenysége, és régiós szinten vannak sportkoordinátorok, akik ezeket a sporttevékenységeket koordinálják, és 2021 óta van már egy futballtorna is, amire tudnak ezeken a településeken működő csapatok együtt nevezni és versenyezni. Na, van egy országos nagy döntője, és van egy válogatott is, ahova különösen jó képességű és tehetséges gyerekek ki vannak válogatva. Ez is egy közös program a Magyar Labdarúgó Szövetséggel közösen, és ezen keresztül volt alkalma néhány nagyon tehetséges gyereknek például találkozni most a válogatott játékosokkal, amikor elutaztak Magyarországról Németországba, és búcsúztatták őket, és ez egy óriási élmény, egy ilyen hátrányos helyzetű településen élő gyereknek az életébe, hogy találkozhat Szoboszlai Dominikkal, vagy Séferrel, vagy Sallaival, szóval ez egy nagyon kiemelkedő dolog az ő életükben. Elhiszem, hogy ez nagyon meghatározó tud lenni, és inspiráló számukra. Meg kell említsük a büszkeségeinket, a Caritas U12-es csapata bejutott a döntőbe, ami a felzárkózó települések kupájának döntője lesz a Pancho Arénában. Melyik település közös csapata, települések közös csapata az, amelyik elérte ezt az eredményt? A Somogy 60, Somogyapáti és Patapóklosinak a közös csapata, aki eljutott erre a szintre, de a tavalyi év során is jutott be az országos döntőbe csapatunk, ezt is érdemes megemlíteni, és egészen ott a negyed döntőig tudtak menetelni, és az egy óriási dolog volt, mert mindenkinek tudtunk mezzel készülni, mindenki piros karitaszos mezbe volt, mindenki Szoboszlai Dominiknek vagy Cristiano Ronaldónak a számát akarta megkapni, de nem vesztünk össze egymással, de hogy ott is ez egy óriási siker volt, hogy egy nagy NB1-es arénába fellépni, a döntőbe jutó csapatokat azt külön szakkommentátor kísérte végig, élőbe közvetítették a mérkőzést, név szerint hívták ki a játékosokat, tehát ezek mind olyan óriási nagy dolgok, amihez nehezen tudnának hozzájutni ezek a gyerekek, és hogy a program és a benne dolgozó munkatársak jó voltából ez a lehetőség megadatott, és hogy ez egy óriási dolog az ő életükben, ami végig fogja kísérni az ő fejlődésüket, ebben biztos vagyok. És ha már sikerül, gondolom, nagy részt ennyi kisfiút megmozgatni és lelkesíteni, hogy célokat tűzön ki maga elé, akár sport, akár tanulmányi célokat, milyen lehetőséget kapnak a kislányok így a jelenlétpontokon, mivel tölthetik el az időt, vagy ők mivel találkozhatnak?
a Caritas jó voltából? Azt azért el kell mondanom, hogy vannak, tehát olyan csapataink is vannak, ahol lányok is részt vesznek. Tehát, hogy voltak vegyes csapataink is, akik már, akik kedvet éreznek magukba, hogy akkor futballal ismerkedjenek, de nyilván a programnak egy nagyon fontos része a szabadidő hasznos eltöltése. És hogy sor olyan programunk működik a jelenlét pontunkon, ami nem csak a tanulástámogatásban segít, vagy a mentorálásban segít, hanem a tehetségkibontakoztatásban is segít, zenei programunk is van, ahol megmutathatják a gyerekek a tehetségüket, és a zenetanárok tudnak foglalkozni a kifejezetten tehetséges gyerekekkel. Tehát sor olyan szabadidős tevékenységünk van, ahol ki tudják magukat élni a gyerekek, és hogyha nagyon különlegesen tehetséges gyerekkel találkozunk, akkor azokat megpróbáljuk még jobban mentorálni és továbbvinni. Értem. És ha jól tudom, nem csak a gyerekeket karolja fel a Caritas, hanem a szülőknek is számos lehetőséget biztosít arra, hogy klubokat alkossanak, hogy a munkaerőpiacra jobban, könnyebben be tudjanak kerülni. Mik ezek a programok, amik egy felnőtt ember számára előnyt jelentenek? Működött településen barkácsklubunk például, ahol a helyi férfiak jöttek el, és akkor készítettek olyan a falu közösségi tereibe kihelyezett padokat, kukákat, virágtartókat, amik eddig nem voltak ott, és hogy sor olyan klubfoglalkozásunk van, aminek pontosan, amit mondtál, az a célja, hogy segítsük őket abba, hogy ne izolálódjanak és ne passzivizálódjanak, hanem hogy éljék meg azt, hogy igenis ők is tudnak értéket teremteni, és hogy ezen keresztül, az értékteremtésen keresztül pedig mi folyamatosan tudunk velük foglalkozni abba, hogy akkor hogyan tudunk eljutni a nyílt munkaerőpiacig. De számos ilyen más lehetőségünk van, a zölderőkertek programon át, számos olyan tevékenység, aminek pont az a célja, vagy a végcélja az aktivizáláson keresztül, hogy a nyílt munkaerőpiac felé eljutassuk a szülőket. És nagyon jó ötletnek tartom, hogy a foci révén egy picit világot látnak a gyerekek, más életmódokat látnak a gyerekek, és csupa pozitív élményt tudnak megtapasztalni. Kívánok nagyon sok sikert a döntőhöz, ennek az U12-es csapatnak, és szurkoljunk együtt a magyar válogatottnak. Igen, hajrá magyarok, és köszönjük szépen a beszélgetést.